Norvégiában vagyunk, Oszlóban. Épp itt állunk egy bicikli kölcsönző mellett. Neked ilyen városi biciklik, amelyeket most kibéreltünk. Egy ilyen kártyára van hozzá szükség, ami 100 korona, talán 4000 forint egy napra. Le kellett még tenni 250 korona foglalót is, ami hát 10000 forint. Na nézzük, ide tesszük. Hányas bringa a következő? Egyes. Zsír. Szóval ő lesz. A kormánya így be van akasztva ide. Ez zárója, zárja. Itt az oszlói városháza. Erről azt kell tudni, hogy itt osszák a Nobel-díjakat. Legalábbis a béke Nobel-díjat mindenképp, hogy a többit is, azt nem tudom. Hát amúgy rettenetesen ronda ez a városháza. Itt van már a kikötő. Nem mennek nagy hajók. Ez az Oszlófjordnak a vége. Amúgy én azt gondolom egyébként, hogy itt osszák a Nobel-díjat. Mégiscsak ez a Nobel Palace Center. Ez meg itt a kikötő. És hátul a városháza. Szemben a túloldalon, egy ilyen kis félszigeten van az Akerhus erőd. Még valamelyik régi norvég király alapította, vagyis hát építette. Ez volt Oszlónak a városközpontja. Igazából nem is olyan régóta Oszló, mivel hát hiszem egy a 300 évig Krisztiánia néven szerepelt a térképeken. 1925-től nevezték hát ismét Oszlóra. Amúgy a város nem túl nagy népességét tekintve, olyan 600 ezer fő, aki szigorú értelemben oszlói. Persze a környéken még laknak jó páran, azzal együtt olyan 1 millióra tehető a lakosság. Egy gombóc vagy, 35 korona. Szép, több mint 1200 forint. Úgyhogy Oszló a világ egyik legdrágább városa. Ugye a fagyi árakból is érzékelhető ez. Ez egy ilyen nagyon új építésű városrész, ahol most vagyunk. A tenger föl egy ilyen mólószerűségre benyúlik. Mondom, csillagászati ára lehetnek itt a lakásárak. Ez meg úgy néz ki, mintha egy kis strand lenne. Hát nem tudom, ki jön Norvégiába fürödni ide. Amúgy a víz annyira nem hideg, mint elsőre gondolná az ember. De hát nem hiszem, hogy 15 foknál több. És
És akkor erre pedig a nyílt oszlói fjord. Hát még ide legurulok, de minden. Erre lehet kimenni a tengerre. Ott is megy egy ilyen nagyobb hajó. Sőt, az sem kicsi ott. És még egy ház is van ott a vízen. Néhány szó a bicikliről. Egyébként váltós. Két sebesség van. Van egy hegymenet, meg egy lejtmenet. Van rajta még agydinamó. Valami érdekes fék, ami nem nagyon fog. Kitámasztó. Hátsó fék is. Érdekes dobfék szerűség lehet. Ülés állítható. Igazából ennyi, amit érdemes róla tudni. Jó kis csomagtartója van. Sok ilyen érdekes műalkotás van itt Oszlóban, amiről szerintem senki se tudja, hogy micsoda. Ja, és mindenhol építkeznek. Azt hiszem, itt minden a vízről szól. Ha meg az építkezésekről. Kicsit felakadt a pedál. Ez egy elektromos autó töltőállomás. Ez itt minden elektromos autó. Amúgy a kerékpáros kultúra, mint az összes skandináv országban itt is nagyon jó. Rengeteg kerékpárút van mindenhol. Persze az autópálya mellett is van bicikliút. Egy hatalmas hajó. Ilyen szempontból hasonlít egy kicsi Stockholmra. Talán így érzékelhetőek a hajó méretei. De valószínűleg nem egy-két méter mély a víz. Tiki Múzeum. Érdekes ez a norvég építészeti stílus.
gange gammel tid, da unge over høg fjell for. De freista inn i framtid sjå, for jenta gikk og venta små. Men sist på heim eg gikk til troll i ord. Og hen du hjelp, nå kallar moder i ord. For nå sin som ein vind. Og løg... Ja, vi bringer otro til letten meg hit. Stinn i jord. Mit sikkert kell egyébként cserélni 3 óránként. Ez 3 sebességes. Mondjuk a másik is az volt, csak el volt törve váltókarja, aztán vettem észre. Kellemes kis lankás a táj. Ez 3 sebesség elég is. Amúgy itt is jellemző ez a nagyon lecsiszolt szikla, itt Oszlóban, akár csak Svédországban. Mondom, a jég megdolgozta egy kicsit. Ez pedig az Oszlófjord. Az már ilyen érdekesebb a szikla. Hát van vízi élet. Azt hiszem még itt ez is jellemző a norvég kaja árakra. 2800 forint ez, ami a képen látható. Han jager ned ei bratte skar og komme midnatt fram til gar. Men mor og barn fikk aldri ny dag sjå. For ut av mørkre steg det ut av en strand, Norvig modra. Ilyen hideg a víz, hogy nem fürdik senki. Amúgy nagyon nem jellemző erre az országra az időjárás. Lassan egy hete vagyok itt. És ma van igazából jó idő. Ma van itt a nyár. Mondjuk így június közepén azért most már elvárnám, hogy ne nagy kabátba kelljen mászkálni. Tegnap még azon gondolkodtam, hogy norvég mintás pulóvert teszek. Ma meg már rövid nadrág kell. Ez a bicikli csere nem mindig előnyös. Van, hogy az ember rosszabbul jár. For nu svind, så
Az Incognito Gatán, Incognito utca. Itt van az összes nagykövetség, valahol a magyar is itt lesz. Hát nagyon szépek ezek a követségi épületek. Egyébként ami még érdekes itt Oszlóban, ez a dupla piros lámpa a gyalog átkelő helyen, ami nem tudom mire jó. A Vigeland Parknál vagyunk, ez a bejárata. Azt hiszem ez az itteni Margit sziget. Fű, micsoda emlékmű van ott. Ez igen, van ott néhány ember. Kilátás visszafelé a városra, a szoborcsoporttól. Nem tudom, szoborból van-e több, vagy emberből? Vagy ember szoborból? Sok szobrot egy ember csinálta. Az érdekes, hogy nincs két egyforma. Ez a park kicsit ilyen hősök tere feeling nekem. Nem tudom, milyenek a norvég hősök. Bár olyan, hogy Norvégia nem is olyan régóta van. Sokáig Dániához tartozott. Vagy nem tudom, 300 évig biztos. Egyébként aztán közben olyan meleg lett, hogy át kellett öltöznöm rövid nadrágba.
Norvégiába, rövidnadrágba, már mondjuk nagyon sokan abban vannak. Igaz, tegnap is abban voltak, amikor max 15 fok volt. Sokszor van, mint az út mindkét oldalán kerékpárút is, de hát itt például a járdán is lehetne akár menni. Rengeteg kerékpárút van itt Oszlóban is, úgyhogy a kis kocsi. Amúgy ez se semmi, a villamos átmegy a szökőkúton. Királyi Kastély Parkban vagyok. Nagyon szép ez a park, sokan késültek napozni. Érzik a jó időt. Amúgy ott a kastély is. Most így hátulról próbálom megközelíteni. Mint annyi minden Norvégiában ezt is építik. Legalábbis az elejét. Meg nem a kastélynak, hanem a parkjának. Egyébként hétfő délután van. Tegnap is sokan voltak itt a parkban, de ma meg aztán még többen. Szóval itt lakik a norvég király. Kinek azért testőrség is dukál. Amúgy a kastély nem túl régi. Azt hiszem 1825-ben kezdték el építeni. Fent van egy dombon, körbe a park, szépen karban tartják. Kivételesen ez ingyenes ellátogatható, a kastély már nem. Illetve most abban sem vagyok biztos, hogy látogatható. Frankó kis bóbitája van a őrnek. Most épp újítják fel a kastély előtti teret. Ez a fő homlokzat. És már végre Oszló fő utcáján, vagy főterén vagyunk. A végében ott a királyi kastély. De most még vagyunk így a városon lefelé, és oda fazon volt. Ez a sárga épület itt a Nemzeti Színház. Túloldalt
erősen újítják. Érdekes, hogy egy olyan vászonnal húzták be, amilyen majd lesz. Zene pavilon. Szemből a Nemzeti Színház. Ezeket a virágokat ma reggel ültették. Olyan rendkívül hangulatos, így napsütésben, hozzáteszem, ez a sétáló utca. Itt még ültetik a virágokat. Az a Grand Hotel. A szokásos két piros lámpa, az pedig ott a háttérben a parlament. Úgy látom, hogy nem nagyon szokás megvárni a zöldet. Szóval ez itt a norvég parlament. A tér is nagyon szép. Itt a Grand Hotel. Itt is jó áron lehetnek a szobák. Ó, mekkora egy dög. A sirályok mindenhol ott vannak ám. Ez meg már Eger, a íres borvidék. Nagyon nem megyünk, zöld a lámpa. Ez a híres sétáló utca. Az alsó végén van a vasútállomás. Lesz majd a bazilika. Jöttem el erre, ott van, ott a tornya. Van egy virágpiac itt előtte. Bevándorlók. Nagyon sok van Oszlóban egyébként. Nem is gondoltam volna. Azt hiszem, a város lakosságának most már talán egy harmada. Főleg pakisztániak. Oszló új jelképe, az opera. A vízre épült. Két az az érdekes, hogy valahol itt megy alattunk az autópálya is. Onnan szemből a hegyből jön ki. Egy új városrész épül itt. Itt volt régen egyébként egy autópálya csomópont, amit lebontottak. És letették a víz alá. Ebből az öbölből most nagyon nyugodt a tenger. Na, mindenképp érdemes felmenni az opera tetejére. Szép a kilátás a városra. Mondjuk nem ilyen napsütéses időben, ez a fehér gránit, ez nagyon vakító. Kipróbálom ezt a valamit.
talán Görkor is pálya. Ugye jó ég tudja. Bácsi lepihent. Fogják a vacsorát a bevándorlók. Nem tudom, hogy tudnak megélni ebben a városban. Egy fél literes kóla, 30 korona, tehát 1200 forint. Nagyon drága a város. Az operaház viszont nagyon jól néz ki. Igazi nagyvárosi hangulat. Amúgy annyira új ez a városrész, hogy még kész sincs. Mindenhol építkeznek. Nyilván van pénzük az olajból. Ugye az északi tengeren elég sok olajfúró torony van. Úgyhogy próbálnak megélni a norvégok az olajból. Vár az erőd. Van egy híd, nem be lehet menni. Most szállt a helikopter. Na, megjött a főnökük. Remélem nem lő agyon, hogy itt megyek utána. Ezt már jobban látszanak az erőd falai. Az Akershus erőd. Nem tudom, mi van itt, de mindig itt pózolnak a kínai turisták ennél a tónál. Kilátás az Akershus erődből a oslói fjordra. Jó messzire ellátni. Egy kis hajóforgalom. Erre pedig a város van. Innen indulnak különböző ilyen fjordot végigjáró hajók. Mennek ilyen kis mini túrát is. A templomtorony mellett pedig látható a síugró sánc. Szintén híres jelképe Norvégiának. Vagyis hát Oszlónak. És megpróbálok oda fölmenni, ha persze nem ezzel a biciklivel. Azt mondták, hogy oda metróval el lehet menni. Ami hát azért elég magasan van a városhoz képest. Szóval kíváncsi leszek, hogy metróval hogy lehet oda följutni. Nem gőzös, meg gőzös, de hogy mi is hajtja igazából. Jó lenne tudni. Find it hard to take, and people run.
valóban fel lehet jönni metróval a hegyre. Igaz, hogy itt már a földön kívül jön, és hát föld fölött. Úgyhogy nagyon szép kilátás van az oslói fjordra. €30 egy vonaljegy. Ezen 1200 forint. Húzik be a nagy hajó. És jött a metró.